új hitacsit mutatom. Ezzel bekapcsoltam, ezzel az izével. Körülbelül 2 másodpercig meg kell nyomni, fogod érzékelni ugyanez a be meg a kikapcsolásnál. Amint bekapcsoltad, ez jelenik meg. Na most akkor kezdjük is mindjárt ezzel. Ugye mindjárt föladja azt, hogy egy beteget vegyél föl. Ugye van a fönti monitor, ahol látsz, meg ez a kezelő monitor. A kezelő monitoron azt gondolom, hogy célszerű a tabot megnyomni, ugyanis annyi a különbség, hogy akkor itt mindjárt beteg nevét be tudod írni, legyen Bence. Megnyomtad, megjelent a Bence itt a felső monitoron, rámész a patientre, erre az ikonra itt, a new patientre, rányomtál, és mit látsz? Megjelent itt a Bence. Na most ezt nem tudom, majd igyekszem megcsinálni, hogy alapbeállításnál ne a breast jelenjen meg, de a következőt érdemes, és ezt már kitapasztaltam, a rendelés elején egyszer kell ezt átállítani, méghozzá a próbbal. Erre a próbra rámész. Tehát a próbra, ha rámész, akkor itt megjelenik az alsó monitoron, ami érintőképernyős, Thyroid, MSK, itt rosszul lehet a monitoron olvasni, érőben sokkal jobb, ide rámész a Thyrocyte-ra. Innentől kezdve megjelent itt alul a breast helyett a Thyrocyte, jó, ennyi. Na most alap dolgok, ugye ez a freeze gomb. Fölengedjük. 3 módod van. A B mód, ugye szokásos, van 2 kolorod. A hagyományos és az E-flow. Most ha rámegyünk bármelyikre, ugye megjelenik a monitoron ez, alapvetően ez a szaggatott, itt ezzel a trackball-lal, itt ugye a trackball-lal tudod a pozíciót változtatni. Ha itt mellette rámész erre a nyílra, akkor ugye megvastagszik a vonal, és akkor a trackball már a nem a pozíciót, hanem a műanyagját, a keretet változtatja meg. Vissza a nyírra, pozíció. Följebb vagy lejjebb megy. Ugyanez van az Airflow-nál. Nem akarom végigmutatni, az Airflow egy kicsit érzékenyebb kolornak számít, majd meglátod, sok differencia nincsen. Elasztóról nem akarok sokat beszélni, csak rámegyek. Amint rámentél az elasztóra, egy nyíl, mi a franc, egy ilyen szaggatott vonal jelenik meg, amint megmozdítod a trackballt, most megmozdítom, látod, megjelent a monitor. Ugye a elasztónál az a lényeg, hogy a egyik oldalon a B módot látod, a másik oldalon meg a keretnek megfelelően az elasztós képet. Na most itt ugyanez a helyzet, hogy ezzel a nyillal a keretet vastagítottad, és így tudod a pozíciót kijelölni. Ha még egyszer rámész, akkor meg tudod a nem a pozíciót, az előbb a méretet változtatok, most pedig a szaggatottnál a pozíciót. Nem gondolnám, hogy kéne elasztót használni, én tancíros szélből fővettem néha, hát mit tudom én, egyszerű lesz egy dökervenes rámész, akkor látni fogod, hogy ez tényleg kemény tud lenni. Nem lényeges, hogy használjuk, egyre egy hónapra itt van a kipróbálásra, majd még gondolkodom rajta, hogy megvegyem-e. Tehát ez az elasztó. Ugye visszamegyünk a B módra. Tehát eddig megmutattam azt, hogy a 3 módot. Most megmutatom, amit lehet, hogy megmutattam már, hűlök, hogy tudod a képernyőt változtatni. Itt van ez a nagy dög, ezt ha mozgatod, ezzel tudod ugye a képernyőt nagyobbra vagy kisebbre venni, attól függ, hogy mélyebben vagy nem mélyebben lévő betegről van ez szó. Ugye itt ez a szokásos. Ezzel a világítóval pedig a fókuszt tudod változtatni. Most a fókusz ugye itt van, a nyíl, ha ezt én mozgatom, akkor megy le a nyíl, visszafele, akkor meg följebb megy. Ugyanezt egyébként a trackball-al is meg tudod csinálni, a trackball alapbeállításánál az van, hogy a fókuszt változtatja. Most tekerem a trackballt, és látod, megy lejjebb a fókusz, most meg följfele, fölfele megy. Tehát megmutattam a 3 módot, a B módot, a 2 féle kolort, meg az elasztót, illetve a mélységet és a fókuszt. Mérés. Ugye megállítjuk a képet, azt hiszem most állt meg. Itt a measure. Rámész a measure-re és megjelenik a nyíl. Trackball, kijelöd a kezdőpontot. Ezzel a nyíllal egyszer rámész,
most ki tudod jelölni a végpontot, még egyszer rámész erre a nyíra, a következő mérésnek ki tudod jelölni a kezdőpontját, még egyszer rámész a nyíra, a következő mérésnek kiírod a végpontját, és akkor itt alul megjelenik, hogy 22, 7, meg mit tudom én, 18, tehát ez a mérés. Jó. Az utolsó, amit ennek kapcsán talán még kell mondanom, most ugye visszamegyek a B-módra, csak hogy eltűnjön minden, hogy hogy rögzítesz képet. Freeze, és ha rányomsz a store-ra, automatikusan a képet elrögzítette. Ha fel van engedve a freeze, tehát folyamatosan dolgozol, akkor ha rámész a store-ra, akkor elkezdi fölvenni, 180 másodpercet tud fölvenni. Nem kell megállítani, hogyha folyamatosan dolgozol, van elég tárhely, majd időnként kitöröljük, nem baj, hogyha a pendrive-on sok van, ha ugyanis átmész, csak a példakedvére átmegyek mondjuk a colorra, nem áll meg a felvétel. Tehát a CX50-en, amit eddig használtál, ott amint rámentél egy funkcióváltásra, mindjárt megállt a felvétel. Itt egészen addig megy ez a 180 másodperc, amíg vagy le nem terik, vagy még egyszer meg nem nyomod. Tehát én azt gondolom, hogy a te érdeked is az, hogy ha úgy gondolod, hogy elkezdesz fölvenni, akkor úgyis megnézed a B-módba, utána rámész a colorra, nem kell. Egyszer elindult a felvételt, aztán vége a dolognak, vagy lebenyenként újraindítod mondjuk, de nem kell külön minden egyes manővernél megállítani. Tehát ezzel a store-t még egyszer megnyomod, és megállt a felvétel. Tehát azt hiszem mindent megmutattam. Tehát a, még egyszer a mélységállítás, a fókuszállítás, a három mód, a B, egyik color, másik color elasztó, és megmutattam a mérést. Na most van még egy, ami lehet, hogy béna leszek. Itt van egy ilyen izé, hogy van egy menü, amin több mindent tudsz változtatni. Igen, van még egy lényeges. Igen, tehát visszamenjünk a B módra. Igen, ez fontos. Tehát visszamentem a B módra, és hogyha ugye a régi beállítás, hogy a penetranciát, resolution-t vagy mit állítod, itt az van, ezt a gombot kell tekerni, most high-on van, most miden van, most pedig low-on van. Tehát a low-on az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az a penetrancia. Hát majd látod a képet, tehát ugye, hogyha jó kövérbeteg van, vagy mélyen van, ugye ezzel a gombbal tudod állítani a mi anyavaját a... a képnek az alapbeállítását, tehát ez még tényleg fontos. Na, még egy van a mentéssel kapcsolatban. Tehát amikor ki akarod menteni, akkor ez egy kicsit buta ez a rendszer. A következőt kell csinálni, amikor több vizsgálatot mentesz ki. Review. Aztán az érintőképernyőn Find. Aztán itt van két vizsgálat, és ezt szálonként kell kijelölni méghozzá a következő módon. Ezzel a nyílgombbal, amikor rámész, megnyomod, látod, kijelölődik ott fönt, zöldé válik, és utána lemész ide, és Select All. Nem tudom, mennyire lehet látni, élénk zöldé vált. Na most akkor trackball-lal rámész a következőre, tehát itt egy új, meg egy új kettő nevű beteg van, rámész az új kettőre, és utána, amikor az él, világos zöld lett, akkor megint rámész azt, hogy Select All, itt lent, és most jelölte ki. És tehát így tudsz szállanként kell kijelölni, tehát a trackball-lal rámész, aztán itt lent Select All, utána a következőre trackball-lal megint Select All, és akkor itt tud USB, így. Itt az USB-re fölteszed az egeret, itt a nagy képernyőn és a nyíllal, az Enter gombbal megnyomod, és akkor megkérdezi, hogy akarsz-e? Igen, akarod. Teaching file, ide ugye az exit-et kell megnyomni, és elkezdte itt lent menteni. Van pár korrekció a videóhoz képest, csak már nem akartam, majd nem tudom újra fölvenni, tehát az egyes számú, hogy a felvétel rögzítésnél a teaching módnál mégsem maradjon beixelve, mert ez a rendszer annyira hülyének tűnik, vagy én még nem tudom beállítani, hogy ha ezt kiixeljük, akkor nem csak a képről, de a könyvtárból is eltűnik a betegnek a neve. Tehát egyőre a teaching mód maradjon, mégse maradjon beixelve.
Kettes számú csak egy megjegyzés, amit azt hiszem kihagytam a videóból, hogy ez olyan, hogy amíg a videót mented ki, vagy amíg írod föl a fájlra, folyamatosan tudsz dolgozni. Tehát nem olyan, mint a CX50, hogy amikor elkezdesz menteni, akkor semmit nem tudsz csinálni. Elkezded kiiratni a pendrive-ra, mit tudom én, 2 óránként szoktam én megcsinálni a hasonló Philips Affinity-s gépem elgyöngyösen, és utána visszanek, fölveszek új beteget, és addig ő menti ki a pendrive-ra. És akkor a harmadik probléma, ami szintén a mentéssel kapcsolatos, ez fontos, ez a gép nem tud olyan beállítást a dealer szerint, hogy azonnal kitörölje a könyvtárban lévő fájlokat. Minimum 1 napig bent fog maradni. Ez azt jelenti, hogy ha szállanként vagy részletekben másod át a betegeket pendrive-ra, én mondom, ezt szoktam csinálni, hogy általában szünetekben szoktam az előző szünettől a mostanig elterjedt 5-6 betegnél mentem ki pendrive-ra, akkor ha ezt csinálod te is, akkor meg kell jegyezni, hogy mi az, amiket már kimentettél, mert hát egyszerűen ez nem fogja kitörölni a mentéssel automatikusan. Na, ennyi volt, amit még hozzá akartam fűzni.